most gyorsan bejelentkezünk egy kicsit, nem sokáig, mert most végeztünk edzéssel, és még be kell pakolnunk a bőrönbe, mert holnap már kiköltözünk a hotelbe. Bocsánat, itt nincsen a folyosón világítás, de mindjárt beérünk a szobába. Addig nyugodtan kérdezhettek tőlünk. Zoéval vagyok, amúgy a szobatársammal. Bocsánat, tényleg nincsen mindenhol világítás a hotelben. Néztem a királynő kutyát. Mi még lementünk egy utolsót edzeni, de van esetleg kérdésetek, amire el tudunk válaszolni? Még nem live-oztam sose, úgyhogy ez egy elég új dolog. Kicsit fáradtak vagyunk már. Itt van a tábor koordinátora. Sziasztok! Szépek vagytok. Köszönjük szépen. Ki izgul jobban? Hát én még nem izgulok egyelőre. Szerintem ez majd az élő adás előtt lesz, hogy felfeszkörülök is. Ez így van. Hát elkezdjük. Most menjünk a szobánkba. Mire odaérünk. Aztán ott már lesz világítás. Egy gyorsat edzettünk igazából, csak egy fél órát. Igen, kis átmozgattam, hogy több volt. Volt egy 40 perc volt azért. És most értünk a szobánkba, úgyhogy most már tudunk válaszolni normálisan. Van. Ez. Jó. Nagy vagyunk. Halljátok amúgy rendesen? Így a... Jaj. Van esetleg kérdésetek? Hú. Miről beszéljünk? Mi amúgy nagyon várjuk szerintem a holnapot. Én nagyon, én még nem izgulok, de nagyon várjátok várom. Várjátok az erősöt? Igen, várjuk. Mikor lesz az eredmény hirdetés? Holnap 9. lesz amúgy az élő show. Igen, és ugye az eredmény az ilyen 9-10 fele lesz meg szerintem. Sok sikert, Krisztán, hogy érzed? Te nyersz? Hát nagyon erős az idei mezőny. Én szeretnék mindenképpen a top 3-ba bekerülni, ez a cél. Meglátjuk. Sok múlik a holnapon szerintem. Kit tartotok magatokon kívül a legesélyesebbnek? Hát szerintem nagyon sok szép lány van egyébként, tényleg, de ez most sem. Ilyen közhely nélkül. Tényleg. Mindenkit amúgy. Mindenkiben van valami, ami miatt tud királynő lenni szerintem. Mire edzettetek? Ez csak egy ilyen átmozgató edzés volt igazából. És kontaktlencséd van? Nincsen kontaktlencsém. Durva lenne, ha ezt is tenyernéd, mint a vízbeleten. Hát... Teljesen más a két verseny. Szóval... Csomagóri, szia! Van rajtatok valami mű? Hát rajtam nincsen. Biztos, hogy fogsz kapni egy koronát. Köszönöm szépen. Kontakt neked sincsen, nem? Kontaktlencsém? Nincs. Sose volt. Szemüveges vagyok egyébként, de nem nagyon használom. Milyen diétát csináltatok a verseny előtt, illetve a táborban? Fú, hát ez inkább életmód szerintem, nem is diéta. Igen. Tehát inkább az, hogy az egészséges életmódra figyeljünk, a sport, meg a táplálkozásnak az összhangjára, és akkor az a kulcs. Szerintem felesleges külön diétázni. Tehát, hogy milyen mindenféle drasztikus divat diétákba kezdeni, annak nincsen értelme hosszú távon. Hát igen, már aztán visszajön, amit láttál. Szerintem is egy életmódot kell folytatni, ami... Úristen, itt szúnyogok vannak a szobánkban, még vágytuk a lámpát. Szóval én igazából nagyon-nagyon-nagyon sokat edzettem így a tábor előtt, és készültem. Egy óra kardió és egy óra súlyzós edzés volt minden nap.
Ráadásul az utóbbi, a tábor előtt az utolsó két hétben nem is tartottam pihenőnapot igazából. Na, én se egyébként. De egyébként ezt mindenkinek meg kell találni, hogy milyen ugye a teste, mi az, ami jó neki, mennyi kardió, mennyi súlyzós edzés, ugye ezt így összhangba kell hozni. Ezt elég nehéz azért úgy, aki nem edzett soha, azért Jelvi, szerintem. Köszönöm. Innen drukkolunk neked, köszönjük szépen. Vannak kritériumok? Tetkó, festett haj. Hát szerintem nincsen ilyesmi, de azért az nem egy szép, hogyha egy lány ki van teljesen varva, gondolom. Igen, igen. Hát ilyen pici tetkók azok szerintem beleférnek, ha olyan helyen van, ami úgymond eltakarható, vagy nem annyira vészes. Te is nagyon szép vagy, Timi nehéz dönteni. Igen, Timi tényleg nagyon-nagyon szép lány. Köszönöm szépen. Kívánok sok szerencsét teljes szívemből. Köszönöm szépen. Misztelentem, milyen produkciót csináltatok? Én szavaltam. És melyik verset? A Szomorú Fűzt József Attilától. Ez egy nagyon szép vers, és nagyon közel áll hozzám, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez illene ide. Egyébként én is versenytáncoltam korábban, de aztán mégsem azzal készültem. Én versenytánccal, latinnal készültem. Előtte volt egy ilyen modern táncféle, amit az egyik barátnőm Dóri által sikerült megtanulnom. Mentálisan vagy fizikálisan nehezebb szerintetek a verseny? Fú, mind a kettő. Tényleg. Nagyon-nagyon szoros volt a programunk, és nagyon keveset pihentünk, de jól éreztük magunkat. Minden nap egy új kihívás volt. Minden nap valami új dologgal kellett szembesülnünk, és jó volt igazából. Ugye az alversenyeknek a napjai azok nagyon nehezek voltak. Azok nagyon húzósak, meg stresszesek voltak szerintem. Kivel lettetek nagyon jó lányok közül? Szerintem mindenkivel amúgy. Igen, ez egy jó csapat. Igen. Úgy összetartó, nem széthúzó. Persze van versengés, mert hát ez mégis egy verseny. Persze, mindenki azért. De egyébként annyira szerintem nincsenek ilyen nagyon durva áskálódások egymás között. Végre hallom a hangod. Érzem. Lesz közönség találkozod? Hát meglátjuk. Igen, eredeti rajtam minden. A szám is, orrom is, ezt már többen is kérdezték. Isztultok. Gáltiminek, ugye eredeti haja van. Igen. Én úgy tudom, igen. Igen, eredeti haja van, nagyon szép hosszú haja van. Van rajtatok smink? Hát nincs. Rajtam nincs már. Rajtam sem. Reggel 6-kor sminkeltem, vagy 6-kor, fél 6-kor. És azóta, azóta semmi. Már lekopott, meg leedzettük, meg már lehetünk minden. Hajrá, partner. Igen. Az összes lányán jól kijöttök? Szerintem igen. Mondom, nincsen ilyen rivalizálás. Mindenki azért tudja, hogy miért jött, és szerintem nagyon jó kis csapat vagyunk, tényleg. Szerintem ez így van. Hogy hívják a melletted lévő lányt? Zoé. Hegedű Zoé vagyok. Így van. A kezdetek óta ő a szobatársam, és imádom. És egy párszor költöztünk szobákból szobákba. Fogjátok tartani a kapcsolatot a verseny után? Mindenképpen, szerintem. Tényleg már meg is beszéltünk egy-két találkozott a lányokkal, hogy hol találkozunk, mit csináljunk. Úgyhogy mi a végzettségetek? Én most fogok pont a tábor után 2 nappal menni államvizsgázni, és a Metropolitan Egyetemen emberi erőforrás szakon tanulok. Úgyhogy hát HR-es leszek, hogyha sikerül elvégeznem, már pedig azon leszek. Én pedig januárban fogok államvizsgázni az IBS-en, és én közgazdász leszek. Ha minden jól megy. Várja, nézzünk még. Arcápolásról majd beszélsz valamikor? Persze, igen, erről majd külön csinálunk egy live-ot, csak most gyorsan bejelentkeztünk, mert ma még ki kell csekkolnunk a szobából, és össze kell pakolnunk a bőröngyeinket, aztán holnap már reggel, kora reggel indulunk vissza Pestre, és csináljuk a próbákat, kapunk sminket, hajat, és jön az élő show, úgyhogy már nagyon várjuk tényleg. Szia, Nol Petra! Ti is a Hotel Azurban vagytok? Igen, itt vagyunk. Igen, igen, itt vagyunk. Hogy tudsz így készülni a vizsgádra? Szia, Vivi! Igazából úgy készültem, hogy már jóval előtte elkezdtem tanulni. Nyilván nem mindegyik tételt tudtam még elsajátítani, és hoztam magammal a táborba. Azt hittem, hogy itt azért lesz rá időm, de nem nagyon volt. És mivel a tábor után még van egy napom, így szerintem aznap nem fogok már aludni, és csak a tételekkel fogok foglalkozni.
Lányom, vasárnap egy kis mustáros kolbász kenyérre. Most nem jött. Hát az nem. És egy kis csirkemell salátával. Igen, csirkemell saláta, egy kis puffasztott rizs, ilyenek. Mi a tervetek a nyára? Hát mindenképpen pihenés, tanulás. Nyaralás. Ez így van. Valami kis kikapcsolódás mindenképpen. Kell valami SMS-t küldeni, vagy te nyerj? Van egy közönségszavazás. Igen. Ma indult el. Igen, igen. A közönségszavazás, és ez egy alapdíjas SMS, és az én sorszámom a 15-ös. Zója, neked? Az enyém pedig az 5-ös. Úgyhogy tudtok ránk szavazni, hogyha úgy gondoljátok, hogy ezt a díjat mi érdemelnénk. Milyen volt ez a 2 hét felkészülés? Hát nagyon durva. Kemény. Tényleg, nem, minden reggel volt fárasztó. Edzésünk. Szerintem látszik is rajtunk, hogy hullafáradtak vagyunk. Ez így van, nagyon keveset aludtunk, de minden nap edzettünk, minden nap valami más edzésünk volt, más valakivel. Igazából a sztorikban, illetve a Miss World Hungary-nek az Instagram oldalán tudjátok ezt megnézni, visszanézni. De jó volt nagyon, tényleg. Élveztem én is. Azért volt egy-két sérülésünk. Hát, igen. Feltörte a cipő a lábunkat, vagy ilyesmi, de teljesen bírható volt. Hihetetlenül szépek vagytok, nektek kell nyerni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Darabos Bogi. Vissza lehet majd nézni az előadást? Szerintem igen, felhagyjuk. Még nem csináltam ilyen live-ot, úgyhogy nem tudom, hogy hogy kell felhagyni, de igyekszem. Egy ilyen táborban lenni maga a paradicsom. Hát, igen, igen, tényleg jó volt. Igen. Tényleg felejtetetlen élményt ad, de azért elég stresszes és elég húzós. Előbb mentetek el mellettünk, mikor jöttetek edzésről. Ó. Fú, hát ne haragudj. Köszönj ránk legközelebb. Jó. Remélem benne lesztek a top 3-ba. Köszönjük, hát, szépen. Köszönjük szépen, reméljük. Igyekszünk majd. Az élősó napján mit ehettek? Igazából bármit, amit mi szeretnénk, igen. De nincs így meghatározva, hogy most nem ehettek semmit, vagy bármi ilyesmi. Ott van már genetika. Igazából nekem ez tényleg nem a genetika, szóval nekem nagyon sokat kell azért tennem, hogy így nézzek ki, és tényleg minden nap lemenni az edzőterembe, vagy ha nem is minden nap, azért heti rendszeressége, heti 4-5 alkalommal azért lejárok. Szia, Liza! Olyan kár, hogy nem halljuk vissza, hogy ki mit van. Szia, Barbie! Puszillak! Oké, okay, akkor már mezitlen törítek. Nem, ezt most nem is látom. Hajrá, Kriszti, szia, Dóri, köszönöm szépen, hogy lehet bírni ezt reggel korán keltek, estük a későn mentek aludni. Nehezen. Van egy cél, és amelyet ki kell tartani, és ennyi. Igen, de már nincsen sok hátra az élősóig, úgyhogy... De amúgy sok-sok kávéval szerintem. Illetve mindig vannak ilyen hullámvölgyek, és akkor így a lányokkal kiegészítjük egymást, így egymásnak adunk energiát. Hiányozni fog nektek a tábor? Hát valamilyen szinten igen, már most már 2 hetet, ez lesz a 12. napja majd, hogy barátok Zoéval kelünk, együtt kelünk, együtt fekszünk. 2 hét, Jézusom, azért ez nagyon sok, és hogy álltál, mintha most költöztünk volna be? Ez így van. Nekem nagyon. Nekem is. De jó, nagyon. Szerettem itt lenni. Féltetek, hogy kiestek az egyik alversenyen, vagy ilyenek, eszetek most eljutottak. Hát igazából benne volt az, hogy kiessünk, és teljesen, én legalábbis teljesen oda kellett, hogy rakjam igen, magam mindegyik alversenyen. Mindegyik alversenynél számít tényleg mindent, tehát nem lehet úgy hozzáállni, hogy álljon úgy se sem ki, hanem mindenhol a maximumot kell hozni szerintem. Ez így van. Mikor kezdődik az élő show? 18. Igen, 18, így van. Igen, 12:30. Tóth, Maja, gyönyörűek vagytok. Köszönjük szépen. Lehet veled közös képet csinálni? Persze, nyugodtan, bármikor, hogyha odajöttök. Szia, Rebi! Köszönöm szépen. Eredeti a hajszíned? Hát a teteje már igen, de régen meliosztottam, úgyhogy még az aljában vannak ilyen szőke melirok, de eleve szőke vagyok. Hello from New York, beautiful girls. Hello! Gálti, mi vélemény? Nagyon szép lány, nagyon és nagyon intelligens. Magas, gyönyörű, hosszú haja van.
tényleg rettentően kis mosolygós, ügyes, tényleg koreográfiát minden nagyon jól csinál. Úgyhogy nagyon kis ügyes és szép. Milyen alapozót használtok? Amúgy én általában nem használok így hétköznap alapozót, vagy csak BB krémet. Pontosan, hogyha... én Bobbi Brown-t használok, a CC vagy BB krémét nem tudom most így fejből pontosan, de ez egy ilyen nagyon kis finom, ilyen napközben, nyáron napközben szerintem pont elég felesleges alapozót használni. Csak én is, hogyha megyek így valahova, vagy valahova. Én a Mac-et használom, a Face and Body-t. Szoktál sminkelni? Igen, szoktam, és nagyon szeretek is. Milyen kérdések vannak még? Aztán gyorsan már megyünk, mert lassan pakolnunk kell. Nagyon sok vagytok, sok sikert kívánok nektek holnapra. Köszönjük szépen! Köszönjük! És mind nélkül is legszebbek vagytok. Köszönjük szépen! Várjunk csak, ki akad belépni a videómba. Szia Lilla! Remélem itt vagy még. Lilla! Nagyon bájos a pofit, Kriszti. Köszönöm szépen. Szerinted kieleg is. Remélem, te vagy Zoé fogtok nyerni, vagy legalább top 3-ba lesztek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Legesélyesebb, nem érezni, hogy ki a legesélyesebb. Mindenkinek ugyanakkor esélye van. Azt hittem, hogy ez így a tábor végén ez így azért ki fog rajzolódni, de egyébként nincs ilyen. Tényleg nagyon nincs. Durva. Nincs. Mindenkiben van valami, ami nagyon erős, és tényleg királynői, szóval nem véletlenül vannak itt a lányok, szerintem. Imádlak titeket. Itt van Lakatos Lilla. Igen, itt volt. Sok sikert holnapra. Szia, Mese. Alexa, puszi. Pihenjetek, csajok, biztosan fáradtak vagyok. Igen, nagyon. Volt látszik. Ilyen korán nagyon még látszik. Sosem értünk a szobánkba. Nem. Szóval folyton, hogy majdnem 3-kor feküdtünk le, és ez akkor keltünk, úgyhogy... Sőt, igazából mi Zoéval elég kitartóak vagyunk. Igen, szóval mi hajnalban is lementünk edzeni. Ha fáradtak vagyunk, ha nem. Úgyhogy... Viszti kb. 2 hete követlek, és nagyon szimpatikus lettél nekem most, mert te vagy a példaképpen. De aranyos vagy, köszönöm szépen. Az ilyenek olyan jól esnek. Sok sikert szorítunk, üdv Erdélyből. Gergely Dina, szia! Szia Fanni, köszönjük szépen. Timi, ő is itt van. Na pont rólad beszéltünk, hogy milyen szép vagy. Ha esetleg erre fele jársz, akkor kopog be a szobánkba, és csatlakozz hozzánk. Szeretném tudni, hogy egész pontosan mégis azok a királynői dolgok. Királynői dolgok. Mire gondolsz? Ezt, igen, pontosan ez. Kicsit pontosabban, ha kifejted, akkor szívesen válaszolunk. Kár, hogy nem vagyok zsűri tag, adnék vagy 5 koronát. Köszönjük szépen. Most amúgy lassan már elköszönünk, még várunk egy-két kérdést, aztán csomagolunk, és megyünk mi is. Még gyorsan lefürdünk, hajat mosunk, aztán kicsit pihenünk. Barbie is live-ozik. Hát igen, most egy-két ember biztos lelvezik, mert mondom, ilyen korán még nem voltunk így a szobánkban, meg nem nagyon volt időnk semmire. Hol fogtok verseny? Budapesten lesz a verseny. Az élőső 19:30-kor lesz holnap, úgyhogy tartsatok velünk igazából. Ha gondoljátok, akkor holnap még, hogyha lesz idő, akkor bejelentkezünk live-ban. Majd kiteszem sztoriba, hogy körülbelül mikor várható. Aztán, hogyha van kérdésetek, vagy bármi, akkor... azt nyugodtan írjátok meg, akár privát üzenetben, és akkor legközelebb válaszolunk rá, akár így több lány is, ha összegyűlik. Milyen volt az alverseny, mi volt a legnehezebb a tábor alatt? Ugye több alverseny is volt. Igen, több alverseny is volt. A Miss Bikinivel kezdődött, utána volt a Miss Talent, a Charity, a Beauty Face, Beauty Face. Sport. Igen, a sport is volt. Így ennyi. Igen. Hogy mi volt a legnehezebb a tábor alatt? Fú, talán az, hogy nagyon fáradtak voltunk minden nap, és rengeteg próba volt. Igen, mert igazából mindig rohantunk. Igen. De igazából így összefoglalóan tényleg annyira egy csodás élmény. Én nagyon durva. Igen, amúgy. Tényleg, így van. Örülök neki. És annak is, hogy Zoé volt a szobatársam, mert nagyon megszerettem. Tényleg. Minden többi versenyző benne van, előbb említettetek. Sok sikert, lányunk, Zoltán Csató. Köszönjük szépen. Duna TV, Duna World, így van. Sok sikert, Kriszti. Köszönöm szépen. Táboroznék egyet már én is. Hát igen. Angol nyelvből mennyire vagytok erősek, az fontos lesz később. Nyilván mindenkinek mindig van hol fejlődnie, de amúgy társadalási szinten bőven megy, szóval azzal nem lesz baj.
De hát mindig van mit tanulni az embernek. A Miss Sport arversenyen a pályán leglassabban teljesítő esett ki, vagy nem az idő volt a fő szempont, de időre ment. Igen, és itt másodpercek is számítottak, tehát igen. Voltak ilyen hálóba dobás labdával, és azt hiszem, hogyha nem ment be a labda, az két másodperc, volt, igen, vagy van plusz két másodpercet adtak hozzá. Ha bement, akkor mínusz, hogyha igen. Nem, akkor plusz. Úgyhogy itt ilyen másodperceken múlott, hogy kiessen ki. Az mennyire igaz, hogy meg van bundázva? Semmennyire. Semmit nem tudunk, nem, semmit. Sejteni se lehet, mondom, nagyon-nagyon. Egyszerűen még a top 10-et se tudnám megmondani. Nem. Semmi. Tényleg. Jó. Annyi szúnyog van itt, hogy... Ma szétcsipkedtek minket. Mm. Ti döntöttétek el, hogy ki legyen a szobatársatok? Igen. Igen. Jó, de jó döntés volt. Bocsánat. Na jó, lassan elköszönünk. És akkor, hogyha van valami kérdésetek, vagy bármi, írjátok meg privát üzenetben, és akkor holnap délelőtt, vagy amikor tudunk, akkor még live-ozunk egyet. És ne felejtjétek, 19.30-tól a Duna TV-n. Holnap. Úgyhogy, hogyha van valami, akkor írjatok. Puszilunk titeket, és jó éjszakát. Sziasztok! Sziasztok!